Macska és Nokka, tehát a sor végén. Nokkára kell még várni. A 12-es startboxba legkívülre áll be Bihari Alexandrával. Úgy tűnik, hogy mindenki bent. És start elindult a puszta diósi handicap az 5B és 2000 méteres verseny. Ashanti Rose-nak nem igazán sikerül a startja, a többiekkel nincs gond. És azonnal feltűnik a három istarotás a frontban, közülük talán Póker az lehet a legerősebb, de közel vannak hozzá a többiek is, ott van Olaf, ott van Brian is viszonylag közel, és megérkezik melléjük most már Violetta Girl, aki szép lassan talán át is veheti a vezetést, de Póker az József Parigállal az, aki ott marad a falon. Ashanti Rose szarkazmus, és Niki pedig egyelőre zárják a sort. Tehát ödvés versenyhez képest nem mondható azért rossznak a tempó. Póker az egyelőre vezet, Póker az mögött ott van Brian, kívülről Violetta Girl, megérkezett hozzájuk most már Vegája, ott van Nokka, a folytatásban Olaf és Lirácska, három osszal követi őket Bizottság, Virozsenna és Niki a lovak további sorrendje. Szarkazmus és Ashanti Rose a mezőny végéről próbálkoznak felzárkózni. Hol még hátra jó 1200 méter a futamból. Póker az továbbra is egy jó félhosszas előnnyel rendelkezik az őt üldözőkkel szemben. Kívülről megérkezik most már Violetta Girl is a frontban, Nokkával egyetemben, Vegája bent a falon pedig Brian, aztán Linácska, Ashanti Rose és Olaf a lovak további sorrendje. Szarkazmus nagyon-nagyon erősen lovagolja Nagy Tamás, hogy a sor végéről egy kicsit előrébb keveredjen, Virozsenna pedig egyre inkább kezd leszakadni, hát ő biztosan nem lesz ott a végelszámolásnál. Póker az még mindig vezet mellette, Nokka, Póker az és Nokka, Violetta Girl, Ashanti Rose megérkezett gyenge startja után, Linácska egy kicsit, mintha menne visszafelé, de Vegájáról is ugyanezt el lehet mondani. Olaf próbál zárkozni, Bizottság egyelőre nem igazán fut jó versenyt, azt is lehet mondani, hogy gyenge versenyt futva, csak a boly végén. Az utolsó 400 méterhez közeledve Nokka, mintha fölénybe kerülne most már Póker arccal szemben. Lineácska azért ismét elindulni látszik, és Lineácska lehet majd talán Nokka igazi ellenfele. A mezőny nagy része viszonylag fáradt a mozog, és Szarkazmus a sor végéről szépen megkezdi a zárkózást. 300 méter van hátra, kezd teljesen szétesni a mezőny. Nokka vezető, azonban Lineácska. Nokka vagy Lineácska, Bihari Alexandra vagy Gönczi Rebeka, közöttük dől majd el ez a verseny. Póker az lehet majd talán a harmadik, 100 méter van hátra, Nokka vezet, jön azonban Lineácska kívülről, lépésről lépésre közelít, és az utolsó métereken Lineácska mindenki mellett elmegy. Lineácska megnyeri a futamot Nokkával szemben, Lineácska, Nokka, és aztán óriási küzdelem a harmadik helyre, Póker az mellett elmentek, ott volt Szarkazmus, és ott volt Bizottság célfotóban. Hát élet Gönczi Rebekának, a mai napon volt már dobogója, volt nagy hajrája, megdolgozott ért a mai napon ezért a sikerért, és hát Lineácska viszont nagyon-nagyon jó finisért, bírta a ló is, úgyhogy megérdemelt is, nagyon szép győzelem. Így van, 2-es, 6-os, és aztán Póker arcot, amikor már-már elkönyveltem harmadiknak, akkor megjön a világ végéről Bizottság, illetve a Szarkazmus, akit itt próbáltam súlykolni, hogy azért elméletek jobban kell, hogy fusson ebben a handicapben. Ott azért közel vannak. Az első kettő viszont nagyon megveri a mezőnyt. Nokka érre áll, de hát Lineácska tényleg, ahogy szokták mondani, centiről centire faragta a hátrányát. És nem is pont a célban, hanem kicsit előtte már azért átszalad. Bizottsága valami lehetett a kanyarban, ott még igazított is egy kicsit talán Pajzs Gábor. Aztán jön megint a pénzes helyek egyikére. Ugye Pókerart, Szarkazmus és Bizottság, miközben az élen Lineácska az utolsó lépéseken már elől van. És valóban harmadik idei versenyében már jól fut és győzni tud. 2-es, 6-os. És Szarkazmus. Szarkazmus szerintem 11-essel. Figyelem, a 8. futam nem hivatalos befutási sorrendje. 2-es,